cselőjének. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Most egy újabb fontos törvénytervezet van előttünk, mégpedig a választási eljárásról szóló törvénytervezet. A már eddig is sok vitát váltott ki ez a törvény, sok mellette és sok ellene szóló érv is elhangzott. De abban mindannyian egyetértünk, hogy szükség van erre az új törvényre. Szükség van rá, hiszen felére csökken a képviselők létszáma 199 főre, illetve a határon túli magyarok is szavazhatnak ezentúl, illetve a Magyarországon tartózkodó uniós állampolgárok és a külföldön dolgozók is csak előzetes feliratkozás alapján tudnak részt venni a szavazásokon. Tehát mindenképpen új választási eljárásra van szükség. A regisztrációs eljárás, illetve a központi névjegyzék kapcsán az egyik leggyakoribb ellenérv az az, hogy a részvételi arány csökkenését várják tőle. Tehát attól tartanak a regisztrációs eljárást ellenzők, hogy sokan ki fognak esni a választásból különböző okok miatt. De szerintem a részvételi arány nem függ a névjegyzéktől. Lehet ez akár passzív regisztráció, avagy aktív feliratkozás. Hogyha megnézzük az előző 20 év országgyűlési választásokon való részvételi arányát, láthatjuk, hogy voltak alacsony számok is, de voltak kimondottan magas részvételi arányok is. Például az 1998-as választások első fordulóján a szavazásra jogosultaknak az 56%-a ment el szavazni. 2002-ben ez az arány elérte, illetve meghaladta a 70%-ot. Tehát volt 46 és 64%-os arány is. Tehát 1990 óta a 6 országgyűlési választásokon az első forduló arányát figyelembe véve a részvételi arány 46 és 70% között mozgott, átlagosan 65%-os volt. Ebből kiindulva az új központi névjegyzék bevezetése sem, ez sem fog változtatni várhatóan a részvételi arányon. De én egy picit máshonnan szeretném megközelíteni a választási eljárásról szóló törvénytervezetet. Talán nem meglepő módon a fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlősége szempontjából. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt a világon másodikként ratifikálta Magyarország, és elsőként írta alá a kiegészítő jegyzőkönyvet. Tehát Magyarország köteles az egyezményben foglaltakat betartani. Az egyezmény politikai életben és közéletben való részvételről szóló 29. cikke rögzíti többek között, hogy a részes államok vállalják és biztosítják a fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a szavazáson való részvételre és a választhatóságra. Biztosítják a szavazási eljárás, a létesítmények és az anyagok megfelelően hozzáférhető és könnyen érthetők legyenek. Biztosítják a titkos választójogot a fogyatékos személyeknek is, illetve azt is, hogy szabadon megválaszthatóak legyenek. Ténylegesen vállalhassanak tisztséget, közfeladatokat. Biztosítják az államok a fogyatékos személyeknek saját kérésükre,
lehetővé teszik a szavazás során egy általuk választott segítő személy közreműködését. Az államok biztosítják a fogyatékossággal élő személyeknek is a tényleges és teljes körű megkülönböztetés nélküli részvételt a közügyekben és ezek irányításában, illetve ösztönzik a közügyekben való részvételüket. A Fidesz soraiban 2006 óta van mozgáskorlátozott képviselő, 2009 óta hallássérült Európa parlamenti képviselő, illetve személyemben 2 éve Magyar országgyűlési hallássérült képviselő. A közigazgatásban van kerekesszékes államtitkárunk és VAK főosztályvezetőnk. Ezek mind pozitív, előremutató gyakorlati példák. Választhatunk és választhatóak vagyunk. Tisztséget, közhivatalt viselhetünk, részt vehetünk a közügyekben és a közügyek irányításában is. Ettől eltekintve a 29. cikk alapján összefoglalható, hogy a teljes körű részvétel biztosításához szükséges az általános, egyenlő és titkos választójog garantálása, valamint a fogyatékossággal élő állampolgárok számára szükséges a szavazási eljárások, létesítmények, például a szavazófülkeik, szavazólapok és anyagok, különböző tájékoztató anyagok, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése és hozzáférhetővé tétele. A választási eljárásról szóló törvénytervezet ebből a szempontból is előremutatónak tartom, hiszen külön-külön is megemlíti a látássérültek, illetve a mozgáskorlátozott választópolgárok igényeinek megfelelő akadálymentesítést a választási eljárásokban. Lásd például a Braille írásos változat, vagy az akadálymentes szavazóhelység biztosítása, mozgó urna biztosítása. Továbbá megemlíti a könnyített formában megírt tájékoztató anyagokat, és a tervezet indoklása külön rámutat, hogy az értelmi fogyatékos személyeknek a szavazás támogatását és könnyített formában lehetővé kell tenni. Ezek az intézkedések mindenképpen előremutatóak, és ezt szeretném tovább segíteni a módosító javaslataimmal is. Javasolni fogom, hogy az értelmező rendelkezésekben rögzítve legyen a fogyatékossággal élő személyek fogalma is. A Nemzeti Választási Központ feladatait is szeretném pontosítani. Az egyenlő esélyű hozzáérés megfogalmazásával. A honlap legyen elérhető a szabvány szerinti megjelenítési formában vakok és gyengéllátók számára, jelnyelvi verzióval és feliratozással a hallássérültek számára, és könnyen érthető megfogalmazásban az értelmi fogyatékosok számára. Az egyéni szavazólap adattartalmát is pontosítanám a gyengéllátók számára hozzáférhetőség megfogalmazásával. Remélem a módosító javaslataimat az országgyűlés támogatni fogja, elősegítve ezzel a törvénytervezet eddig is előremutató szövegezését. Ha már említettem az ENSZ egyezményt, ezzel összhangban visszatérnék a regisztrációs eljárásra és a központi névjegyzékre. A sok mellette és sok ellene szóló érv között egy gondolatot még nem emeltünk ki, amit szerintem viszont érdemes megvizsgálni, illetve felülvizsgálni. A mostani eljárási rendben a választójogból való kizárás ezt a bíróság mondja ki a cselekvő képességet korlátozó vagy kizáró gondnoksággal. A gondnokság
aláhelyezés kapcsán a bíróság kizárhatja a választójogból azt a személyt, ha a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége nagy mértékben csökkent, vagy teljes mértékben hiányzik. Az alaptörvény 23. cikkeinek 6-os bekezdése is kimondja, hogy nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozása miatt a bíróság a választójogából kizár. Ám hogyha életbe lép a regisztrációs eljárás, érdemes végig gondolni, hogy szükség van-e ilyen irányú rendelkezésekre. Ami egyébként is nehezen egyeztethető össze az ENSZ egyezmény szellemével. Ugyanis csak az fog feliratkozni a névjegyzékbe, aki képes rá, akinek megvan hozzá az akarata és a belátási képessége, illetve a cselekvő képessége, aki a fogyatékossága miatt vagy egyéb okokból nem tud feliratkozni, az úgysem fog elmenni szavazni sem. De a választójog elvileg számára is biztosítva van. A mostani szabályozás a választójogból való kizárás felől közelíti meg ezt a kérdést. Míg az új szabályozás a regisztrációs eljárás lehetővé tételét, a fogyatékos személyek általános választójogát is szem előtt tartja, hiszen csak azt tud feliratkozni, akinek megvan hozzá a belátási képessége és a cselekvő képessége és az akarata. Hadd hozzam elő megint a korábbi felszólalásomban is említett gyakorlati példát. Egy adott választási napon egy adott erősen alkoholos vagy drogos befolyás alatt lévő személy, éppen nem beszámítható személy, aki előzetesen mondjuk már feliratkozott a névjegyzékbe, képes lesz-e szavazni aznap? Nem valószínű, pedig megvan a választójoga, csak nem tud élni vele, mert korlátozva van a belátási képessége. Lehet, hogy ezzel leegyszerűsítem a kérdést, én mégis azt mondom, hogy érdemes lenne innen is megközelíteni, és a kérdést újra megvizsgálni. A hatályos jogszabvány, illetve az előttünk levő törvénytervezet erre vonatkozó rendelkezéseit érdemes lenne megvizsgálni és esetlegesen módosítani. Mindezzel együtt az előttünk levő törvényjavaslatot támogatásra javaslom. Köszönöm a figyelmet!